A téli hideg időszakban számos dolog befolyásolhatja a véradók számát. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy betegen, legyengült szervezettel a rendszeres donorok sem adhatnak vért. A másik, ami szintén nagyban befolyásolja a véradók számát, az a hosszú hétvégék és ünnepnapok alakulása. Idén a karácsony ilyen szempontból nem alakul szerencsésen a vérellátók számára. Balesetek ilyenkor is vannak, nagyobb vérszükséglet ilyenkor is kialakulhat, a folytonosságot pedig biztosítani kell. Úgyhogy ilyenkor szoktuk kérni fokozottan a lakosságot arra, hogy például akinek nem áll módjában az, hogy pénzt adományozzon, élelmiszert adományozzon, vért azt tud adományozni abban az esetben, hogyha tudomása szerint nincsen semmi olyan betegsége, ami kizárná a véradásból, elmúlt 18 éves, de még nincsen 65 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és nem szed semmi olyan gyógyszert, ami szintén kizárná. A véradás az adományozásnak egy speciális, nem tárgyasult fajtája. A nők egy éven belül háromszor, míg a férfiak ötször adhatnak vért, de két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. Az egy donortól levett egy egységnyi vér három beteg életén segíthet, hiszen készül belőle vörös félsejtkoncentrátum, plazma készítmény és vérlemezke koncentrátum is. Ezért fontos, hogy aki teheti, adjon vért. December 20-án az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen a Korzó Bevásárló Központban fogunk egy nagy véradást szervezni. Pontosan erre szeretnénk felkészülni, hogy az ünnepek alatt, illetve a két ünnep között se alakuljon ki vérhiány a kórházakban. Ezért a Magyar Vöröskeresztnek egy megbízható, stabil vérkészlettel kell rendelkeznie. Ehhez naponta mintegy 1800 véradóra lenne szükségük.